Kukoricából az országban eddig a közel 900 ezer hektárnyi terület 13%-át takarították be. Az eredmények alapján hektáronként 7,6 tonna a termés átlag, ez jobb, mint a tavalyi átlag, ami 6,8 tonna volt. Az időjárás és a csapadék mennyiség miatt az idén is 7 millió tonna alatti kukoricatermésre lehet számolni. A napraforgó mintegy háromnegyedét már betakarították a 604 ezer hektárt kitevő területről. A termés átlag az idén a tavalyihoz hasonlóan hektáronként 3 tonnát tesz ki. Beslések szerint napraforgóból 1,8 millió tonnát takaríthatnak be a gazdák. Mindkét növény esetében jelentősen megoszlanak a termés átlagok az ország különböző részeiben. Sajnos mi most abban azok közé tartozunk, ahol az alacsonyabb szintet érjük el úgy napraforgóban is, vagy a kukoricában is várhatóan, bár itt még csak 30%-os betakarítottságnál vagyunk, de a napraforgó közelít a 90%-hoz a megyében, és a tavalyi 3,2 tonnás átlagtól most 2,9 körül vagyunk. Úgy tűnik, hogy a jó a napraforgókat most takarítsák be, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a hármat eléri, de ez is alatta marad a tavalyi átlagnak. A kukoricákra még június környékén a csapadékosabb időjárás vége felé vártunk egy 8,3 tonnát, ez sajnos most a 30%-os betakarításnál egy 6,4-nél tart, ami az országos átlagtól valóban elmarad. A júliustól jellemző aszályos időjárásnak köszönhetően a hektáronkénti termésátlagok a megye különböző vidékein nagy eltérést mutatnak. A csapadékmentes időszak viszont a minőségre nem volt rossz hatással. Hál' Istennek a napraforgónál a minőségbeli romlás nem következett be, sőt, talán a minősége jobb is a tavainál. A kukoricánál se tapasztalunk ilyen problémákat, inkább a délnyírség, a megyének a déli részén, ahol ez az aszályos időszak volt, ott nem ritka 3,5 tonna hektáronként, és ez talán ott fejegyarmaton jeleztek százmázsás átlagokat is, ez rontja oda-vissza, ahol a nyáron voltak legalább két alkalommal 25 vagy 30 mm csapadékok, ott a százmázsa is előfordulhat a megyében is, de nagyon változók a térségekenként. Az aszályok Európa szerte jelentős termés kiesést okoztak, így bár hazánkban is kevesebb kukorica, illetve napraforgó termett, azonban a külföldi felhasználási szükségletek miatt komoly kereslet várható a magyar termények iránt.